Szevasz, üdvözlök! Üdvözlünk! Mindenkit! Mostában üdvözlünk! Nem üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, és itt a Lukasz. Nem más vagyunk, mint az autóba, ahogy látjátok. Itt vagyunk a bevásárlóba, ugyanis eljöttünk az orvoshoz, legalábbis a Davis eljött az orvoshoz, mert... Beteg! Lázas volt egész éjszaka. Köhögött. Te hogy aludtál az éjszaka? Én aludtam nagyon jó. Hát az rettentően jó, én nem nagyon jó aludtam. Mindig ami nem tudom, ti mennyit alszhatok egy éjszaka? Tehát hány órát? 10 óra. Te 10 órát alszol egy éjszaka? Egyszer én... Egyszer te... Mentem aludni... Mikor? 9:30-kor, és fölkeltem 9:00-kor a morningban. Gyönyörű. Ezt majdnem 12 óra volt. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti átlagban mondjuk egy hétvégén, vagy hétközben hány órát alszatok. Ugyanis én az éjszaka nem nagyon sokat aludtam. Nem tudom, hogy te, hogy nem hallottál semmit se. És a Davis ugye fent volt, többször sírt, kapott lázcsillapítót. Én nem hallottam semmit. Mert te nagyon jól tudsz aludni. Nagyon. Mondjuk én mindig ugye nézem, meg a feleségem is nézi, és nagyon nem jól aludtunk. Azért van ilyen álmos fejem. Na mindegy, úgyhogy aludtam egy pár órát aludtam, itt-ott, alaludtam, felébredtem, na minden. Úgyhogy gondoljátok, ide írjátok meg, hogy ti általában mennyit alszatok. Most pedig nem más csinálunk, mint a Lukasszal elmegyünk, és megnézzük, azt a könyvet akartad megnézni. A feleségem, a Davis épp, hogy csak most mentek be ugye az orvoshoz, aztán utána találkozunk velük, és valamit majd csinálunk délután. Hogy mit? Nem tudom. Ugye és még reggel van, egész pontosan 9:32. Tudom, mit csinálunk, megmossuk az autót, meg kiporszívózzuk később. Odraadtad a könyvedet? Ja. Gyönyörű. Várja, megvan minden. Oda nézzél meg, sehol senki, üres a parkoló. Arrafelé már vannak autók. Még korabban most nyit a bolt, majd 10 órakor, nem? Vagy 9:30-kor. Nyitva van már a könyvesbolt, vagy nincs nyitva? Kell lenni nyitva? Megnézzük. A Davis az mire? 9:45-re jött az orvoshoz. Úgyhogy... Én nem tudom. Remélem, hogy nem kell neki sokat várni amúgy. Én azt hiszem, hogy minden zárva van még, Lukasz. Ma sok volt legalábbis, úgyhogy hova megyünk? Mi? Nézd, ez a képes, ez nyitva van. Hova megyünk? Én nem tudom, ha nem van kinyitva, megint összmegyünk a tálatnak. Ne, megnézzük. $1 a könyv. Mi? $1 a könyv, ez a Dóris könyv. Ez van az iskola library-ben. Én tudom kapni $0 a könyv. Nézd, napernyő. Innél tudod, hogy jön a nyár. Ja. Itt van ilyen nyáras cucc. Aka. Na azt mondtad, hogy kell asztal, Lukasz, nem? Ilyen, azt mondta, hogy kell ilyen íróasztal. Ez mit szólsz? Túl nagy, csúnya, túl pici. Nem csúnya, csak túl nagy. Igen, menjünk át a túloldal. Na, az jó. Mi ez? Ja. Ilyened van, nem? Hasonló. Hasonló, de sokkal picibb nekem sokan. Szóval tudom tenni könyvek itt, egy lampa itt, yeah. Komputer itt. Ja, de azt mondtad, hogy neked egy magasabb kell, szerintem ez alacsony ugyanúgy. Ja. Ja, oda nézni. Ilyen jó párna. Gyönyörű. Nézd, itt egy ilyen puff. Ez jó. Jó puha. Legalábbis a teteje. Ja, de amikor én fölkelek, én leszek egy gorilla. Ja, tiszta aljas leszel. Na, ragd vissza. Hol? És végeztünk. Itt van a Davis. Na, mi a helyzet? Kapott gyógyszert, úgyhogy talán most majd jobban lesz. A Lukasz elment a feleségemmel a könyvesboltba. Ugyanis még zár volt, mikor ugye odaérkeztünk, át kellett menni másik boltba. Na minden. Oda bementek, megyünk hazafele, és valószínűleg megrengelezzük, mert én nem ergeliztem. Most már azért kezdek felébredni, de minden vagy nagyon magamnál, de majd hamarosan. Hazaérkeztünk, hogy gyorsan, nem más rá, nem ebédlek, hanem ilyen 10 óra izok. Látod? Ilyen pizzás flomit vásároltam. Szeretem ezt. $1.50-be kerül, mégis olyan, mint egy szelet pizza, csak nagyobb, ilyen hava. Most meg kell rakni a mikroba, megmelegíteni. És megmelegíteni, ahogy látod. Olyan 25-30 másodpercre beszoktam tenni. Meg kell borot fákoznom, kiborszívozom az autót, és nem tudom, hogy mit csinálunk. Megevédeltem, elvédeltem, 10 óra isztam, vagy reggeliztem. Ugye most nem más iszok, mint vettem valami újfajta italt. Szeretek újfajta italokat kipróbálni. Gondoltam, megmutatom nektek, ez egy ilyen energiaital, lehet, hogy nálatok is van, hogyha nincs, vagy hogyha van, vagy gondoljátok, ezt is ideírjátok meg a videó alá. Ma annyi kérdésem van hozzátok, komolyan mondom. Oda néz! Ilyen V. Ez azt hiszem, hogy ilyen újfajta. Ide beszütöttem, eldugtam, hogy egy kicsit lehűljön itt a kóláktól.
Úgyhogy ezt most kipróbáljuk. Elmegyünk ide be hátra, ugyanis most az egész nem más fog csinálni, hogy beveszi a... Na, kibejöttem a fókuszba. Beveszi a kőgési gyógyszerét, ami beveszi rendesen néha, hogyha olyan gyógyszra elkezd köpködni. Úgyhogy gondoltam, hogy bejövünk ide a Lukaszhoz. Lukasz, mi a helyzet? Jó vagyok. Jó vagy? Jó. Akkor jó van. Megkóstoljuk, legalábbis én. A Lukasz, hány éves leszel most már? Lassan 11, mi? És még fárad a fejem. Még nem ivott energiaitalt. De hány évesen kezdtek el energiaitalt inni, vagy? Mostan? Dehogy iszol. Én nem azt mondom, nem engedem meg neki, de nem engedem meg neki, meg a feleségem sem, mert... Nem is akart inni? Akartál inni energiaitalt? Nem. Én nem emlékszem, hogy akartál volna. Minden. Ugyan, én próbálom ki, nem a Lukasz, de hogyha akarja, megkóstolhatja, de nem iszik a Lukasz energiaitalt. Tehát ez a vés. Állítólag ez ilyen, van benne málna, meg van benne lemonádi. Úgy mondják, nem? Figyelj, sziszenik vagy nem? Sziszent. Nehezen nyílik. Vét nem szoktam inni. A vét nem szeretem egyáltalán, ugyanis nem jó az íze. De azt mondta az öcsém, hogy ennek jó. Nem is azt mondta ő szerinte. Lehet, hogy csak azért mondta, hogy próbálja meg. Nem tudom. Na, megpróbáljuk. Érdekes. Nem mondanám, hogy a legjobb. Olyan a lemonális, meg vállás íze van, képzeld el. Plusz, hogy azért, mert azt szoktak bele, meg az arányba, de nem olyan túl rossz. Úgy meg lehet inni, legalábbis egy-két kortyot még, na minden, ma meglátjuk. Ugye most ezt be fogom fejezni, aztán utána mit csinálunk, Lukasz? Én nem tudom. De nem tudod, elmenjünk és kiporszívozzuk az autót valószínűleg, nem tudom. Ma ilyen semmilyen nap nem lesz, és ugye Davis nem érzi magát a legjobban, ezért nem hiszem, hogy valahol fogunk menni, lehet, hogy csak itthon maradunk. Füvet nem kell vágni, és holnap jönnek és vágják a füvünket, mutatom milyen. Elég nagy most már ezt a díjra letesszük. Esett az eső, és nem nyírták a füvet, látod? Elég nagy öcska most már. Szép az idő. Na, megittem az energiaitalt, kezdek most egy kicsit magamhoz tenni, felébredni. Behozom ezt a motort, ugyanis kint van az udvaron, a múltkor ugye kimostuk, és azóta is hoztam be a garázsba, holnap jönnek füvet írni. Úgyhogy behoztam csak ezt a nagy ládát, amiben belemegy a víz, azt vissza beraktam. Megyünk. És behozzuk. Aztán mutatom a hátsó kertet, múltkor elfelejtettem megmutatni, ugye csak az ablakon keresztül, hogy mekkora. Ilyen, látod? Ha, Davisnek elég, hogy tud rohangálni. Körbe-körbe. Ilyen szép nagy a fű. Na, ugye fogjuk, úgyhogy behozzuk. Itt a porszívó. Úgyhogy nekiállunk és kitapadjuk. Nem hiszem, hogy meg fogom mosni. Bár múltkor kezdve beálltam ide a fás növényzet alá, és ilyen madár kaki van az autón. Meg ott a tetején is, azt mondja, nem kellett volna oda állni. Azt nem tudom, hogy hogy porszívózzam ki, ugyanis nézd meg, az autó épp hogy csak itt befér az eleje. Ha én ki tudom nyitni az ajtót, de a túloldalt nem nagyon. Pici ez a garázs, vagy pedig az autó túl nagy. Na, ezt nem ide tesszük. Látod, éppen hogy csak befér a túloldalt is, van sok érdekes dolog. Például az a horgászbot, amúgy amint lesz hajó, vagy csónak, vagy akármi. Inkább ilyen vitorláshajó, megyünk horgászni. Én az életben nem horgáztam. Fogalmam nincs, hogy hogy kell. Úgyhogy majd megpróbálkozok le. Tudom, hogy kukacot kell rakni a botnak az elejére, ugye arra a horogra, és így be kell dobni, aztán várni a halra. Csak én azt nem tudom, hogy melyik halat érdemes kifogni, vagy megenni, vagy melyiket lehet, vagy mindegyik halat meg lehet enni. Azt mondom, hogy van mérete, ugyanis mindegyik halat a kifogod, és a méret alatt van, vissza kell dobni. De mindegyik halat meg lehet tenni? Biztos mindegyik halat meg lehet tenni, nem? Reméljük, hogy nem mérgező. Na, igen. Hoppá! Úgyhogy megpróbáljuk kinyitani az ajtót. Ezt kivesszük a játékokat belőle. Szépen. Látod? Ugyanis tele van az autó játéka, mindenféle fajta dologgal. Láttam, múltkor a postaládában ez volt. És a feleségem csak oda berakta. Úgyhogy ki kell egy kicsit takarítani. Lehet, hogy valószínű, hogy hamarosan megyünk horgászni, ugyanis a héten megyek és nézek egy hajót, hogyha minden igaz, egy ilyen vitorlás hajót. Ez egy ilyen kisebb hajó, ilyen 17 futós, ami nem olyan túl nagy, ugye, utánfutós. És
az ára egész, ugye te mondtam a videóba, hogy ha egy olyan hajót, ami úgy jól néz ki, az ára elfogadható, akkor nem leszek ilyen válogatós, valószínűleg meg fogom vásárolni. Ez elég jól néz ki fényképeken, de az ember csak szerdán tud nekem küldeni fényképeket a belsőről. Ugyanis volt már olyan, hogy elmentem hajót nézni, nem volt fénykép a hajónak a belsőről, és akkor odaértem, akkor az egész ilyen össze-vissza volt. Még lukas is volt hajó, képzeld el, ki volt vágva a közepe. Ugye mondtam, hogy ha nem látok róla a fényképet a belsőről, akkor nem meg kell megnézni, ugyanis körülbelül ilyen másfél órára van mi tőlünk innét. Az ember azt mondta, hogy majd szerdán tud nekem küldeni képet róla. Kívülről jól néz ki. Reméljük, hogy belülről is, és akkor jövő után megyünk, vagy jövét után megyünk hajózni, és megyünk horgászni, aztán fogunk valami halat, és azt mondtam, hogy kell megpucolni a halat. Meg kell nézni a YouTube-on. Biztos, hogy meg lehet, nem olyan túl nehéz, nem? Pikét le kell szedni, fel kell vágni, de nem tudom, hogy nem innen ma meglátjuk. Most elmegy és porszívózok. Készen vagyok! Kitakarítottam az autót, te mit csinálsz? Ja, megjöttél? Hangosan beszélek, vagy van? Mit olvasom? Amit mostan kaptam. Ezt az új könyvet? Igen. Rendben van. Ez a... mi ez? Mutatj. A Goosebumps. Ja. Ez, nem ezt, de van. Akarod látni az új kollekciót? No, mi az új kollekció? Az új kollekció. Hol van az új kollekció? Látom, nagyon sok könyved van. Köszönöm. Mit csinálsz? Meggyűrődött? Na. Ez mind a Goosebumps collection, nem? Hamarosan lesz még. Ja, hamarosan lesz még. Kellen. $1,000 Aha. Nem futás könyv, van 200 könyv. Igen. Még 200. Akkor még kell egy kicsit gyűjteni hozzá. Ja, csak nagyon kicsit. Ja, nagyon kicsit. Nem túl sokat. Aha. Csak... hát te... csak 180 könyv. Ja, az már nem olyan túl sok. Én azt mondom, hogy most beugrok a zuhanyzóba és lezuhanyozok. Én ezt a videót azt mondom, hogy lassan befejezek. Befejezem, és ha gondoltam, hogy ugye bejelentkezek ma, mert tudom, sem érdekeset nem fogunk csinálni, és ugye a Davis pedig kint meleg van, nem esik az eső, azt mondják, leesik majd az eső, de úgy néz ki, hogy nem fog esni. Tudom, hogy ez a mai videó nem volt olyan nagyon túl érdekes. Ezek a videók általában inkább azoknak szólnak a rendszeres nézőimnek, tehát akik ugye ti nektek, akik mindig itt vagytok minden egyes nap, amikor van videó, mármint amikor feltöltök ugye új videót, és mindig jöttök és megnézitek, nagyon meg szeretném ezt nektek köszönni. Ezek a videók ugye nem kapnak annyi nézettséget, mert múltkor írták többen, hogy mostában olyan sokan nem nézik a videóidat. Nem baj, hogy nem nézik olyan sokan ugye a videóimat. Azokat a videókat, amikor ilyen butaságokat csinálunk, vagy érdekesebb dolgokat, vagy hogy hívjam például, megint, amikor elmentünk ugye szellemet nézni, több mint 100... ja, meg a selfie sticks, több mint 100 000 megnézték. De ezeket a mindennaposokat tudom, hogy ilyen pár ezeren nézik csak, ami nem probléma, ugye? Hol van? Nem. Úgyhogy ezek a videók inkább csak azoknak szólnak, akik, ahogy mondtam, rendszeresen ugye visszajárnak, és tényleg meg szeretnénk nektek, neked köszönni, hogy nézed most ott a kamera túloldalán a videót, te neked ott pontosan, és majd lesznek érdekesebb videók, főleg, hogyha Davis jobban lesz, és el tudunk menni horgászni! Lukasz, menjünk horgászni! Mi? Mit? Horgászni? Az mi? Mi az, hogy az mi? Mi az, hogy menjünk horgászni? Mit jelent? Nem érted az, hogy mit jelent, hogy menjünk horgászni? Tudod, van a botod, meg van a halacska, bedobod a botot azt nem a kezedbe tartod, és bedobod a kukacodat, és kifogsz egy ekkora halat. Most hova mész? Hát az a horgászás, és nem hülyéskedek, te! Aj, te! Na mindegy. Amit képzeld el, a Lukasz tanul vezetni, még nem így, hogy az autót vezetni, csak úgy tanítom neki a kreszt, a közlekedés, meg mindent, és mondtam neki, hogy egy pár év aztán lehet menni autót vezetni, ugye 16 és fél évesen, ami egy kicsit odé van, de jobb előbb kezdeni, mint később. Nem, Lukasz? Mi? Na én nem is figyelsz, mit beszélek. Nem? Hát persze, mert olvasó. Te? Most a feleségem megint le fog szúrni, mert a háttérben olyan a ruha látod, hogy csak beletrakva, és mindig azt mondja, hogy nem mutassam, hogyha rendetlenség van a háttérben. Úgyhogy oda ne nézzetek most. Bár nincs rendetlen. Nem, csak te tudsz nézni. Itt a reggeli szép. Ruhája, ugye csak beletrakta. Nem tudom látni, csak szekrénye. Tudom látni, hogy egy szép én. Ja, milyen szép te vagy. Jaj, de szép kisgyerek vagy, mi? Ilyen szép leégett az arcoskád. Na, mi ne? Úgyhogy ezt a mai videót én most tényleg befejezem. Beugrok a zuhanyzóba. Majd nem így, hogy beugrok, csak úgy belépek, nagy elcsúszok. Nem, én beugrok. Ja, te beugrasz, elcsúszunk, aztán beveljük a fejünket be. Bedoblak aztán. Na, ne ütögessél. Nem tudom, hogy mit csinálunk. Au!
Majd valami érdekesebb, biztos. Te, ne hülyéskedjél! És amúgy van egy videóm a Lucasről, mikor átvertem a múltkor, egy vagy két héttel ezelőtt. Majd lehet, hogy megosztom azt is, olyan érdekes, vicces dolog volt. Egy ilyen játék. A játék, az az átverős játék, mikor a fejeden volt a pénzérme, tudod? Ja. Ha csináltad azt a pókos is, az... Milyen az pókos? Olyan... Ja, de ahol... pókos, volt egy pókos átverés is, de az nem jött össze. Nem, csak sétáltam, a... csak sétáltam, felvettem és dobtam. Na milyen? Ma megosztom veletek, megmutatom. Nem volt olyan nagyon-nagyon nagy átverés, de nekem vicces volt, meg a Lucasnak. Na milyen? Ugye már ennyit tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, akik itt vannak, vagy itt voltatok, vagy itt lesznek a jövőben is velem, és nézitek a videókat. Már ennyit. Mindenkinek további szép nap, hogyha napot öregelt. Jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy amikor néztek, ahogy szoktam mondani. Csinálsz? Sziasztok! Sziasztok! Úgy, dobd ki az ablakot. Nagyon ügyes vagy, te. Sziasztok!